10 km-es sebességgel csapódik be ez a berendezés. Aki benne ül, megérzi az ütközés erejét. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szakemberei arra akarják felhívni vele a figyelmet, mennyire fontos a biztonsági öv használata. Tavaly évben több olyan halálos kimenetelű baleset is volt, amelyben azért haltak meg a járműben utazók, mert a biztonsági övüket nem használták. Egyik ilyen baleset volt a 631-es számú úton. Egy baleset, amelyben hárman vesztették életüket, és ebben közre játszott az is, hogy a biztonsági övüket a hátsó utasok, illetve a jobb első utas nem használta. Legutóbb pedig a 6-os számú főúton történt baleset, ahol az utas nem kötötte be magát, és életével fizetett. Az a tapasztalat, amikor a kollégák ellenőrzik a biztonsági öv használatát, hogy legalább 20% van olyan járművezető, illetve utas, aki a biztonsági övét nem használja. A rendőrség azt szeretné ezzel a lehetőséggel elérni, hogy a próbátevők érezzék meg a becsapódás hatását, és gondolkodjanak el azon, 100 km-es sebességnél mennyi esélyük van önerőből a védekezésre.